2015 májusában fogalmazódott meg az ötlet, hogy 5-8 osztályos diákok számára népi mesterségbemutatókat szervezzünk Hargita megyében. Nagy sikere volt az első mesterségbemutató sorozatnak. Hargita megye 4 régiójában szerveztünk mesterségbemutatót, Csíkban, tehát Csíkvidékén, Udvarhelyvidékén, Gyergyóvidékén, illetve a Gyimesekben. És ennek a sikerét látva, ennek az eseménysorozatnak úgy gondoltuk, hogy éves programként bevezetjük ezt, és azóta, hát immár az idei a 6. ilyen mesterségbemutató sorozat. Az idei első népi mesterségbemutatóra itt Zetelakán került sor. A gyerekek, a résztvevő gyerekek fazekasságot, illetve szappankészítést, pontosabban természetes alapanyagokból készült testápoló készítést tanulhatnak. 10-15 fő részvételével zajlik az idei foglalkozás. Ez annyiban más az előző évektől, annyiban tér el, hogy korábban ilyen 50 fős diákcsoportok érkeztek, általában tájházak udvarán került sor ezekre a foglalkozásokra. Az idei évben a járványhelyzetre való tekintettel kisebb közösségeket céloztunk meg. Első alkalommal, mint már mondottam, itt Zetelakán tartunk népi mesterségbemutatót. A következő egy hét múlva lesz, akkor Gyergyócsomafalvára látogatunk, és ott csuhéfonást, illetve szintén fazakasságot mutatunk be. A harmadik foglalkozás az egy másik régióban, Csíkban lesz, Csíkszentdomokoson kerül sor. Ott Rádú János népi mesternek az irányításával kosárfonást tanulhatnak a diákok, egy másik foglalkozás pedig a bútorfestés lesz. És végül a hónap végén, május 26-án pedig a Kászonokba látogatunk, és az ottani napközi otthonban pedig szövést, növényi festést, illetve népi gyógynövényismerettel ismerkedhetnek meg a diákok.